aszály, jelentős lehet a termés kiesés az elmúlt hónapok csapadék szegény időjárása miatt, emellett a fagyok is megnehezítették a gazdák dolgát. Örökség, ami összeköt, Szent László emlékére két napos konferenciát rendeztek Máriapócson. Városnapi elismerések, emléklapokkal jutalmazták a nyíregyházi települési értéktárba nemrég bekerült elemek értékgondnokait. Jelentős lehet a termés kiesés a mögöttünk álló asszály hatására. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Bár az elmúlt hetekben már esett az eső, sokat ez sem segített a helyzeten. A megyei Agrárgazdasági Kamara elnöke az öntözési rendszer fejlesztésének fontosságát hangsúlyozta. Nincs könnyű helyzetben a mezőgazdaság az elmúlt hónapok száraz időjárása miatt. Idén eddig már több mint 500 asszálykárt jelentettek be közel 25 ezer hektárnyi területről. Megyékben ráadásul az országos átlagtól is nagyobbak voltak az asszálykárok. A hetekben lehullott csapadék már későn érkezett, csupán a tavaszi növények kelését segítette. Talán a napraforgó és a kukorica az átlagos évekhez képest még fejlettebb is, mint szokott lenni. Az őszi kalászosokon sajnos nem segített, már itt a bokrosodás időszakban nem érkeztek meg, úgyhogy kevesebb tőszámmal, kevesebb kalásszal számolhatunk majd a betakarításkor. Azok, amit hallottunk, hogy a kárenyítésbe bejelentettek, azok a károk sajnos áprilisban nem csak a csapadék érkezett meg április végén, hanem előtte megérkezett egy hideg hullám is, ami a gyümölcsösökben eltérő mértékű, de károkat okoztak. Az elnök szerint a korszerű vetési technológia ellenére több növénynél is jelentős lehet a termés kiesés. Mint kiemelte, egyre többen látják be az ágazatban dolgozók közül, hogy mennyire fontos az öntözési rendszer fejlesztése. Aki komolyan gondolja az elkövetkező időszakban a mezőgazdasági termelést, az mindenki belátja, hogy öntözött terület nélkül ez nem megy, legalább a kézi munkaigényes növényeket olyan helyre kell vetni, ahol meg tudja öntözni, ahol a vetőmagok nagy költséggel járnak, a borsó, a burgonya, és olyan növények, amiből egy bizonyos hektáron nagyobb jövedelemre mert lehet megszerezni, de nyilván a nagyobb jövedelemnek pedig a befektetett munka, a hozzáadott értéke, szóval azokat a növényeket olyan helyre kell ültetni, vetni, ahol már öntözött területek vannak. Az asszály mellett a tavaszi fagyok is gondot okoztak a gazdálkodóknak. Most úgy néz ki, hogy több gyümölcsnél is a közepestől gyengébb lesz a termés a fagykárok miatt, de az csak a következő napokban derülhet ki, mekkora lesz a kiesés. Az örökség, ami összeköt, Szent László emlékezete Közép-Európában címmel kétnapos konferenciát szerveztek Máriapócson. Az 50 millió forintos támogatásból megvalósított projekt egy kiadvány megjelentetését is tartalmazza. A Máriapócsi rendezvény egyik célja a különböző tematikus zarándokutak bemutatása volt. Szent Jobb zarándoklat, Szent Erzsébet, Mária vagy Szent László út. Ezek a zarándokok legkedveltebb kelet-magyarországi és erdélyi útvonalai. Utóbbira emlékezve egy 50 millió forintos EFOP-os támogatást nyert a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat. Számtalan rendezvényel, határon túli, határon belül rendezvényekkel népszerűsíti a Szent László kulturális utat, Szent László kulturális örökségét a magyarságban, illetve Közép-Európa népeiben. És ez most szerencsésre összetalálkozik itt Máriapócson a Mária úttal. A Mária útnak egyik fontos állomása természetesen Máriapócs, és most a Mária utas zarándokok vannak éppen Máriapócson, és őket ismertetjük meg a Szent László útban rejlő zarándok lehetőséggel, ezzel a örökséggel és ezzel a spirituális lehetőséggel. A projekt egy kiadvány elkészítését is tartalmazza, amely új eredmények bemutatására ad majd lehetőséget. Ennek egyik bevezetése volt a Máriapócsi kétnapos konferencia. Kettős üzenetet tartalmaz ez a rendezvény. Egyrészt meg kell őriznünk értékeinket, másrészt tovább kell adnunk, és olyan döntéseket kell hoznunk, amivel biztosítjuk azt, hogy unokáink, dédunokáink is ezeket az értékeket láthassák, ők is a keresztény Európában nőhessenek föl. A zarándokutak lehetőséget biztosítanak az értékek megtalálására is. Mindenki a belső utat keresi. A belső életét akarja megreformálni, és a hosszú úton
tehát 30 nap alatt, vagy mondjuk Pócs és Csíksomlyó között a távolság 20 nap, az alatt át tud lépni az ember a komfortzónáján, és meg tudja tapasztalni a természet ölén, hogy mit is jelent megreformálni a saját életünket. A Mária úti zarándoklatra indultak csoportok Budapestről, Mária Pócsról, Kolozsvárról és Háromszékről is. Nagyon fontos megállapítani azt a zónát, ahol fedik egymást a vallásos élet a turizmussal, hiszen lehetnek olyan részek is, amelyek már ezt zavarnak. Ugyanakkor ezzel a programmal részt vettünk a Európa egyik legnagyobb turisztikai kiállításán Berlinbe. Ezért is fontos a vallási turizmus magasabb szintre emelése szempontjából az Örökség, ami összeköt című projekt. Közel 50 értéket számlál már Nyíregyháza települési értéktára. Az újonnan felvett elemek, például a helyi református templom és a Nyírvíz palota érték gondnokait a városnapi rendezvények keretében tüntették ki. Nyíregyháza újratelepítésének 266. évfordulóján megkoszorúzták a városalapítók szobrát is. Sokak által ismert és elismert nyíregyháziak foglalták el a Városháza dísztermének székeit péntek délelőtt. Hagyományosan emléklapát adással kezdődtek a városnapi programok. A nyíregyházi települési értéktárba felvett értékek értékgondnokai és más elismert személyek vehették át a dokumentumokat. Nemrég 7 új elemmel 46-osra bővült a lista. Köztük Szabó Tünde olimpiai ezüstérmes úszó kiemelkedő sporttevékenységével, aki nagy megtiszteltetésként élte meg a kitüntetést. De mint mondta, nem a díjakért sportol valaki, hanem hogy sikereket szerezzen a hazájának és szülővárosának. Azt gondolom, hogy Nyíregyházáról elindulva ez egy óriási teljesítmény, és ahogy így felsorolták, tényleg így visszajöttek az emlékek, hogy húha, milyen sok versenyen is voltam, de nagyon-nagyon örülök neki, hogy végig Nyíregyházáért úsztam, és végig a pályafutásom alatt hiába hívtak más városba, a fővárosba, hogy legyek ott és ott edzek. Soha nem mentem, én mindig azt mondtam és vallottam, hogy én Nyíregyházáért akarok tenni. Szintén sporttevékenysége miatt került az értéktárba a Nyíregyházi Női Röplabda Klub, illetve a Nyíregyházi Spartakusz aranycsapata. Emellett a város jellegzetes épületei, úgy mint a Nyírvíz palotta és a városi református templom is megkapta ezt az elismerést. Ahogy Benci Gyula, a híres nyíregyházi cigán primán zeneművészeti tevékenysége, és Sipos László műemlékvédő és műemlékfotós munkássága is az értéktár része lett. Nyíregyháza polgármestere szerint fontos, hogy folyamatosan feltérképezzék, letározzák és elismerjék azokat az értékeket, teljesítményeket, amelyek fontosak a város számára. Ha ez az érték ugye elismerésre kerül ilyen formán, akkor fontos, hogy megismertessük, mert ha nem ismerik meg a nyíregyházak, de az ide látogatók is, akkor nem tudjuk átadni, nem tudjuk ápolni, a következő generációnak tudatosítani, hogy milyen alkotások, értékek jelentik a várost. Érdemes nyitott szemmel járni, hiszen az értéktárban bárki javasolhatja új elem felvételét, ezt a város honlapján teheti meg a polgármesternek címezve. Ki kell tölteni egy javaslattételi űrlapot és alátámasztó dokumentumokat kell hozzácsatolnia. Az ötleteket aztán egy háromtagú bizottság bírálja el. Nyíregyháza újratelepítésének 266. évfordulóján a programok sorát ünnepi közgyűlés követte, majd kétoldalú tárgyalások 8 testvérváros delegációjával. Délután pedig a szokásokhoz híven megkoszorúzták a városalapítók szobrát, tisztelegve az elődök előtt. A kormány mindent megtesz azért, hogy a fiatal párok életkezdését megkönnyítse, mondta Fehér Gyarmaton Novák Katalin. A család és ifjúságügyért felelős államtitkár kiemelte, a fiatalok soha nem kaptak még ennyi segítséget az önálló élet elkezdéséhez. Ami nekünk a legfontosabb mégis az az, hogy az emberek érezzék azt, hogy Magyarországon egyre könnyebb, egyre jobb családot alapítani,
egyre jobb családban élni, egyre jobb gyermeket vállalni és gyermeket nevelni. Erről szól a családvédelmi akcióterv is, aminek a lényege talán annyi, hogy soha ennyi segítséget nem kaptak még a fiatalok ahhoz, hogy elkezdjék a saját életüket, az önálló életüket, hogy a saját lábukra tudjanak állni, hogyha megtalálták a párjukat, és tudják, hogy szeretnének majd családot, akkor ne kelljen várniuk éveket azért, mert addig spórolják össze azt a pénzt, amivel el tudnak indulni, hanem kapjanak tőlünk egy olyan kezdő segítséget, tőlünk a magyar emberektől, a magyar közösségtől, amivel elindulhatnak ezen a közös úton, és aztán pedig idővel majd ők ezt törleszték, hiszen hogyha itt dolgoznak Magyarországon, itt nevelnek felelős módon gyerekeket, azzal tudják a legtöbbet tenni ezért a nemzetért. A jövőt és a célokat az állampolgárok jelölik ki május 26-án, hangzott el a Fidesz fórum sorozatának Nyírbátori állomásán. A párt országgyűlési képviselő csoportjának frakcióvezetője elmondta, az elmúlt évek alatt elkövetett terrorcselekmények miatt Európában most kulcsfontosságú a bevándorlás kérdése. Kocsis Máté hozzátette, ennek nagyon komoly negatív hatása lett a társadalomra. Számos nyugat-európai városban vált teljesen élhetetlenné az élet, váltak teljesen élhetetlenné a mindennapok az ellenőrizetlen migráns tömegek miatt, és én azt gondolom, hogy Európa polgárai 2014-hez képest most először dönthetnek arról, hogy választják ezt a jövőt maguknak, vagy egy másik biztonságos keresztény kultúrájukat megvédő jövő mellett döntenek. A jövő vasárnapi választás tétje az, hogy Európa erős lesz-e, nemzetek Európája lesz-e, és képes lesz-e megvédeni határait, mint ahogyan azt Magyarország tette, mondta a Nyíregyházán Vinnai Győző országgyűlési képviselő. A politikus hangsúlyozta, nem csak saját maguk, hanem gyermekeik jövőjéről is döntenek azok, akik elmennek az EP választásra. A jövő generációk számára is fontos, hogy biztonságban lesz Európa, képes lesz-e megőrizni hagyományait, kultúráját, történelmét, azt a zsidó, keresztény és ókori görög és római kultúrára épülő európaiságot, amely létezik. A magyarok számára pedig az, hogy biztonságban élhetnek-e, növekedhet-e a gazdaság, és tulajdonképpen a családok, a gyerekvállalás tovább emelkedhet-e, hiszen nekünk magyaroknak az egyik legfontosabb, hogy a népesség ne csökkenjen, hanem növekedjen. Magyarország egyik legnagyobb drámája a kivándorlás, mondta Nyíregyházi Lakossági Fórumán Dobrev Klára. A Demokratikus Koalíció listavezető Európa Parlamenti képviselő jelöltje szerint falvak és városok néptelenedhetnek el a Nyugat-Európában piacképes munkaerő kivándorlása miatt. A kivándorlás az, ami egyébként ezt az országot már rövid távon is tönkreteszi. Elmennek a legjobbjaink, elmennek a fiataljaink, elmennek a gyerekeink és az unokáink. Hogy nincs elég orvos, nincs elég ápoló. Hogy nincs már elég tanár sem. És nem tudom maguk, hogy állnak, hogyha csöpög a csap, vagy villanyszerelőt kell hívni, de hát nincsenek szakembereink sem. És mondhatnánk a statisztikákat, Sanyi említette talán, hogy a most érettségizőknek az 50%-a azon gondolkodik, hogy elmegy külföldre. Salgótarjánban voltunk a múlt héten, ahol azt mondták nekem, hogy Nógrád megyében, a kisebb városokban vagy falvakban, akinek érettségie van, vagy szakmunkás végzettsége, ott az elvándorlási arány 95%-os. 95. Ez azt jelenti, hogy kiürülnek a városaink és a falvaink. Tavaly több mint 1000 kerékpáros tekerte le azt a 35 kilométeres távot, amely összeköti Nyíregyházát Tokajjal. A nagy sikerre való tekintettel pedig idén is megrendezik a Bringa pikniket. Nyírteleknél és Rakamoznál pihenő piknikpontok, a tokai főtéren pedig koncert várja a távot teljesítőket. Május 25-én ismét két kerékre pattan a város, idén is megrendezik a Bringa pikniket. A rendezvény amellett, hogy népszerűsíti a sportot, bemutatja a 2017-ben átadott Nyíregyháza Tokaj kerékpárutat is, mindezt a biztonságos közlekedés hangsúlyozásával. A több mint 30 kilométeres távon két pihenő piknikpont várja a megfáradt bicajosokat. A célállomás idén a tokai főtér, ahol bringes bemutatók és karmapirin koncert várja az érkezőket. A rendezvénynek a célja az embereket megmozgatni, kivinni a természetbe, a tömegsportra nevelni, a gyerekeket már kiskoruktól, hogyha valaki életmódot akar váltani, és már egy picit korosabb, erre nem lehet elég korosnak lenni, erre szeretnénk az embereket figyelmeztetni.
Ezért számukra már reggel 8 órakor elkezdődnek a programok Nyíregyházán a Kossuth téren egy Bringa Ovi keretein belül. Az igazán picurik azok gyakorlatilag egy Bringa Ovin vehetnek részt, játékos formában próbáljuk meg elsajátítatni velük a Kressz alapvető szabályait, és megpróbáljuk már a biztonságos kerékpáros közlekedésre nevelni őket. Mind a mellett, hogy lesz egy mini Kressz pálya, azon mellett pedig az óvodapedagógusok pedig játékos Kressz tesztet, képes Kressz tesztet fognak velük kitölteni, és el kell mondani azt is, hogy a legügyesebbek természetesen ajándékokat fognak kapni. A rendezvény mellé állt Nyíregyháza önkormányzata is, hiszen egyre nagyobb hangsúlyt kap a kerékpáros közlekedés a városban. Egy nagyévű programot bonyolítunk már évek óta. Ennek eredményeként, ha befejeződik várhatóan július végén a Borbányát is bekapcsoló jelenlegi kerékpárút fejlesztés, akkor 71 kilométeres kerékpárút hálózata lesz Nyíregyházának. A hálózat szó is fontos, mert ugye egymáshoz kapcsolódnak. Ezért is indítottuk tavaly a Bringa Város 7.1 projektet, ugye az 7 város részről jönnek csapatok, de az infrastruktúra mellett nagyon fontos, hogy a nyíregyháziak szeretnek biciklizni, megváltozott a városkép. A kerékpárosok nem csak a településen belül szeretnek tekerni, egyre gyakrabban tűnik fel ez a közlekedési eszköz a turisztikai attrakciók megközelítése során is. Tokaj önmagában is egy vonzó célpont, ezt az átalakulást felismerve azonban nagy fejlesztésbe kezdtek a településen. Ez a Nyíregyháza-Tokaj kerékpárút, ez ki fog bővülni egy olyan körrel, ami azt gondolom, hogy mindenki számára egy fantasztikus élményt fog nyújtani. A Bodrogparton, illetve a hegy köré, ha Nyíregyházáról majd elindulunk, körbe tudjuk kerekezni biztonságosan a Tokaji Kopaszhegyet, és akkor nem csak a Tokaji borokat lehet majd megkóstolni, a Bodrog keresztúrban lévő borokat, és a Tarcon lévő borokat is. De azt gondolom, hogy ez teszi majd ezt az egész dolgot izgalmassá. A hegy körüli közel 20 kilométer hosszú kerékpárút kiépítése 2020-ban több mint 3 milliárd forintból valósul majd meg. Ismét bejutott az atlétika csapatbajnokság döntőjébe az NSC-DSC esi közös együttese. A Miskolcon megrendezett keleti elődöntőben a nyíregyházi debreceni vegyes csapat az 5. helyet szerezte meg. A nyíregyháziak közül a hármas ugró Pál Robin és Zajác Petra, a diszkoszvető Szikszai Róbert és a gyalogló Helebrant Máté első lett versenyszámában. 34 csapat nevezett a 2019-es CB-re, mivel azonban vegyes együttesek is indultak, Győrben és Miskolcon egyaránt 14 csapat harcolt a döntőbe jutást jelentő első 6 hely valamelyikéért. A nyíregyháziak az elmúlt évekhez hasonlóan a debreceniekkel indítottak közös csapatot. Az NST-DSC-esi színeiben 22 nyíregyházi atléta állt rajthoz. A tavalyi bronzérmesnek voltak hiányzói, ezért a minimális cél a döntőbe kerülés volt. Az elsődleges célunk a továbbjutás volt, hiszen mind a két helyszínről 6-6 csapat jutott tovább a székesfehérvári döntőbe, amely majd szeptember elején lesz. És hát tudni kell, hogy ez a csapat 90%-ának az első versenye volt, tehát még nagyon az elején vagyunk a versenyidőszaknak, és sok versenyzőnk, többek között Bakosi Péter sem tőlünk, illetve a debreceniek közül a gátasok, a középtávfutók még nem indultak el ezen a versenyen, hiszen komolyabb versenyekre készülnek, és a gátasok például most mentek el edzőtáborba. A keleti elődöntőt a budapesti Honvéd nyerte, míg nyugaton a Pannon Duo végzett az élen. Miskolcon 4 számban is nyíregyházi atléta szerezte meg az első helyet. Nagyon sok jó eredmény született, és még egyéni csúcsok is születtek. 4 első helyet sikerült szereznünk, diszkoszvetőknél Szikszai Robi, aki 60 méter fölött dobott, Káplár Jani 60 méter közelébe, csak 9 centi választott el a 60 métertől. Ők első-második helyet szereztek, Kerekes Dura második lett diszkoszvetésben. A hármasugrásnál Pár Robin és Zajác Petra nyerte a hármasugrást, illetve távolugrásban szintén második lett Varga Péter. Tehát azt mondom, hogy ott voltunk a legjobbak között, és jó eredményeket értünk el. A fiatalok is benne voltak a csapatban, tehát ifjúsági és juniorkorú versenyzők is versenyeztek. Ők önmagukhoz képest jól versenyeztek. A már biztos világbajnoki résztvevő Helebrant Máté vasárnap a litvániai Alituszban áll rajthoz, ahol a gyalogló Európa kupán képviseli majd a magyar színeket a 20 kilométeres távon.
Vereséggel zárta a szezont a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszki Gyuláni együttese az Amatőr NB1 piros csoportjának utolsó fordulójában 60-41-re kapott ki az Elte Beac Újbuda otthonában. Az NKS a 12. helyen végzett, így bennmaradt a piros csoportban. A szezon utolsó meccsére úgy utazott el a nyíregyházi kosársuli, hogy több sérüléssel bajlódó kosaras is volt a keretben. A papírforma a házigazda mellett szólt, és az egyetemisták már az első fél időben eldöntötték a mérkőzést. Az első negyedben 11, a másodikban mindössze 6 pontot engedélyezett ellenfelének az Eltebe az Újbuda, miközben a fővárosiak 30 pontot szereztek. Fordulás után már kiegyenlítettebb volt a játék, 3-3 ponttal nyerték a harmadik és negyedik negyedet a hazaiak, így az NK egy 19 pontos vereséggel távozott a Gabányi László sportcsarnokból. Az első perctől kezdve nem igazán volt esélyünk, tehát ugye azért sokkal agresszívabbak, harcosabbak voltak, jól alkalmazták a területvédekezést, az emberfogást, alapvetően a betörésekből rendre pontokat kaptunk. A centerekkel nem igazán tudtunk mit kezdeni, tehát az ő kettő-kettőjükből az esetek 90%-ában kosár született. Mi próbálkoztunk különböző védekezéssel, különböző támadási variációkkal, kisebb-nagyobb eredménnyel. A bajnoki címet a TFS-e szerezte meg 24 győzelemmel és 2 vereséggel az azonos mutatóval végző csatadélyese előtt. A nyíregyházi kosársuli 5 győzelemmel és 21 vereséggel, amíg bennmaradás jelentő 12. helyen végzett. A piros csoportból a Kecskemét és a Diósgyőr U23-as csapat esett ki. Farkasinszki Gyuláni elmondta, a rutinos játékosok sérülése miatt a bajnokság második felében nagy teher hárult a fiatalokra. Addig tudtunk jól működni, amíg az idősebbek és a fiataloknak az egyvelege, tehát hogy a jól összeragott rutin és fiatalság tudott együtt dolgozni. Ez most ugye elment a fiatalság irányába. Nekik viszont még nagyon sok rutint és tapasztalatot kell ahhoz szerezniük, hogy ebben a mezőnyben mi valóban olyan teljesítményt tudjunk nyújtani, ami győztes mérkőzésekhez fog vezetni, és nem csak egy-egy győztes mérkőzéshez, hanem esetleg mérkőzések tömkelegéhez, amit ugye nagyon szeretnék én már látni. A nyíregyházi kosársuli serdülő csapata még pályára lép a jövő hét második felében esedékes országos B-döntőben. Az edzések a tanév végéig tartanak, addig az egyéni képzésen és a következő szezon korosztályos csapatainak kialakításán lesz a hangsúly. A bennmaradásért játszik a Mezőkövesd ellen az NB1 zárófordulójában a kisvárdai futballcsapat. Amennyiben a vasárnap 17 órakor kezdődő mérkőzés hazai győzelemmel ér véget, a Kisvárda a többi találkozó eredményétől függetlenül meghosszabbítja élvonalbeli tagságát. A 33. forduló további párosítása a következő: Puskás Akadémia Ferencváros, Szombathely MOL Vidi FC, MTK Budapest, Budapest Honvéd, Diósgyőr Újpest és Debrecen Paks. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. 20-30%-os is lehet a termés kiesés a mögöttünk álló asszálynak köszönhetően. Bár az elmúlt hetekben már esett az eső, sokat ez sem segített a helyzeten. A megyei agrárgazdasági kamara elnöke az öntözési rendszer fejlesztésének fontosságát hangsúlyozta. Beszélt arról is, hogy a fagyok is károkat okoztak a gazdáknak. Az örökség, ami összeköt, Szent László emlékezete Közép-Európában címmel kétnapos konferenciát szerveztek Máriapócson. Az 50 millió forintos EFOP-os támogatásból megvalósított projekt egy kiadvány megjelentetését is tartalmazza. A Máriapócsi rendezvény egyik célja a különböző tematikus zarándokutak bemutatása volt. Emléklapokkal jutalmazták a nyíregyházi települési értéktárba nemrég bekerült elemek értékgondnokait péntek délelőtt a Városházán. A 7 új elemmel már 46 értéket számlál a lista, köztük a nyírvízpalotát és az olimpiai ezüstérmes úszó Szabó Tünde kiemelkedő sporttevékenységét. A városnapi rendezvényen megkoszorúzták a városalapítók szobrát. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták május 17-én pénteken, friss hírekkel hétfőn este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!
Szombat reggelig gyengén és erősebben felhős időszakok és területek váltakoznak. Zápor előfordulhat, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8-12 fok között alakul. Estig a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, zápor helyenként zivatar is kialakulhat. A délkeleti szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok körül valószínű. A hétvégén és a jövő hét első felében is folytatódik a változékony idő. A több-kevesebb napsütés mellett gyakran lesz felhős az ég, és többfelé több alkalommal számíthatunk záporokra, zivatarokra. A hétvégi enyhe tavaszi időt követően a jövő hét első felében pár fokkal csökken a nappali felmelegedés mértéke, és éjszaka is enyhe idő várható a sok felhő miatt.